ingatlan specialista szakértőink, Edina és Máté segítségével az új és a régi építésű ingatlanok energiahatékony működtetésének titkait osztjuk most meg önökkel. Az elszabadult energiaárak soha nem látott kihívások elé állítják az iroda, illetve irodaház tulajdonosokat és fenntartókat. Próbálnak most segíteni, már amennyiben lehet. Egyáltalán milyen mérvű ár elszabadulásról beszélhetünk összességében, vagy üzemeltetési költségtöbletről beszélünk, mondjuk százalékos arányban? Nagyon nehéz ezt pontos számokkal kifejezni. Nyilván függ az adott bérlő fogyasztásától, attól, hogy milyen jellegű tevékenységet folytat. Abban egyetérthetünk, hogy minden bérlőnél érezhetőek az energiaárak emelkedései, de nyilván attól is függ, hogy a bérlő mennyit tesz az emelkedés ellen, és attól is függ, hogy a bérbeadó mennyit tesz az emelkedés ellen. És mit lehet akkor tenni gazdaságosan, logikusan, milyen lépések várhatók? Igen, meg kinek kell inkább tenni, a bérlőnek vagy a bérbeadónak? Ez nagyon-nagyon-nagyon közös munka. A bérbeadó részéről és a régi ingatlanoknál, a meglévő irodaházaknál, a meglévő logisztikai központoknál mindenféleképpen fejlesztés szükséges, felújítás szükséges, ami energiahatékonyabbá teszi a működtetést, de a bérlő 75%-ban tud hozzájárulni ahhoz, hogy energiahatékonyabban tudjon működni egy épület. Ezekre vannak bizonyos napi gyakorlati tanácsaink, javaslataink, mindenféleképpen közös munka a csökkentés. Szerintem most egy ország néz rá döbbent szem, hogy akkor oszd meg velünk a tudást, kérlek. Kapcsoljuk le a villanyt, ha hazamegyünk. De gondolom ennél többről van szó azért. Igen, kapcsoljuk le, ha elmegyünk otthonról, és kapcsoljuk föl nyilván, hogyha hazamegyünk, vagy hát valamiféle gazdaságosság mentén. De hogy akkor mik azok a hasznos tanácsok, akár irodahasználatra, akár pedig magánemberként, amit megtehetünk azért, hogy kevesebbet kell fizetnünk az elszabadult energiaárakkal szemben? Nyilván egyébként ezek a nagyon alap dolgok is, mint a villany lekapcsolása is azok közé tartozik, amire az emberek nem gondolnak, pedig nagyban tudják csökkenteni az energiafogyasztást. Az egyik legnagyobb tényező például a világításnak a korszerűsítése. Egy LED világítás töredék annyi energiát használ fel, mint egy korszerűtlen hagyományos égő, de ugyanígy nagyon fontos az például az irodaházaknál, hogy a bérlők tudatosan használják a légkondicionálót, ne akarjanak azonnal 35 fokra felfűteni, hanem tartsanak egy folyamatos hőmérsékletet, hogy kevesebbet kelljen dolgozzon a légkondicionáló berendezés, ne szellőztessenek órákat, naponta egyszer-kétszer rövid ideig tartson a szellőztetés. Fontos az is, ami egy rendkívül alapvető dolog, és mégis nagyon sokan elfelejtik, hogy húzzák ki a töltőkábeleket a konnektorokból, amikor nem használják a laptopjukat, telefonjukat. Ezek apróságnak tűnnek, de a sok apróság nagyon erősen össze tud adódni. Nyilván a beruházóknak, bérbeadóknak is nagyon komoly szerepük van, és az ő részükről is elvárható egy energiatudatos hozzáállás, hogy olyan fejlesztéseket hajtsanak végre, amik segítik ezeket a törekvéseket. Edina nagyon bólogat helyesülően. Például mondjuk automatizálással? Tehát, hogy egy világítás magától kapcsolja föl, vagy a mosdóban, a folyosón? Mozgásérzékelőkkel, ez pontosan így van, ez nagyon sokat segít, illetve szigetelés felújítás, szigetelés csele, nyílászárók cseréje, ez a fűtésnél nagyon-nagyon fontos. A LED világítás, az, amit a Máté említett, az nagyon-nagyon fontos. És ez a fajta gazdaságtudatosság, ez most jött divatba, hogy ennyire meg lettek szorítva, vagy megemelkedtek az energiaárak, vagy már aki esetleg előrelátó, vagy éppen az ökológiai lábnyom, a környezetvédelem, tehát van olyan sok ilyen hívószó gyakorlatilag, ami alapján el tud készülni egy ingatlan, vagy akár el tudott készülni már 3-4-5 évben ezelőtt is. Ki az, aki jobb helyzetben van most, hogy így megemelkedtek az árak? Nyilván a legjobb helyzetben azok vannak, akik előre gondolkodtak, és már 2-3-4-5 évvel ezelőtt nekiálltak környezettudatos irányba elmozdulni. Ez főleg egyébként az új építésű lakásoknál látszik, ott a legnagyobb csökkentést már az építkezés kezdetekor befektetett környezettudatos megoldásokkal lehet elérni. Ilyen például egy geotermikus fűtőrendszer, vagy egy napelem. Ugye ezeknek mind a kettőnek megvan az előnye geotermikus fűtés esetén, hogy egy sokkal gazdaságosabb, sokkal kedvezőbb környezeti besorolásba kerül az ingatlan, ezáltal mondjuk az áramszolgáltatás díja is
csökkenthető, például egy geotermikus fűtéssel ellátott lakóháznál alapvetően háttarifás áramról beszélgetünk, ami ugye jelen pillanatban a legkedvezőbb díszabású energia. Adódik akkor a kérdés, hogy mondjuk irodák esetében célszerű egy korszerűtlen régi épületet felújítani alaposan és kicserélni mindent, vagy akkor inkább az ember gondolkozon el rajta, hogy mondjuk egy új építésű és már a mostani kor kívánalmai szerint kivitelezett irodát válasszon inkább? Az építőipar már mindenféleképpen zöldebben gondolkodik a mostani beruházásoknál, ez nem kérdés, ez nyilván a bérleti díjaknál is megmutatkozik. Tehát egy régebbi épületnél azért a bérleti díj meghatározása nyilván alacsonyabb, mint egy új építésű ingatlannál. De semmiféleképpen nem élveznek hátrányt azok az ingatlanok, amelyek régebbiek. Ez a helyzet egyébként is erre kényszerít bennünket, ami most kialakult, hogy energiatudatosan gondolkodjunk és megtegyünk minden olyan lépést a régi épületekbe is, ami energiahatékonyabbá teszi a működtetést. És akkor ez olyan megoldható most még? Tehát most egy 2022. november-decemberében mennyire vagyunk elkésve, tehát mennyire van lehetőség arra, hogy akár aki most kapcsol, hogy az tudjon korszerűsíteni? Tehát hogy egy régit lehet, tehát mi az egyszerűbb egy régit korszerűsíteni, vagy pedig egy újat akkor ezt szerint megépíteni? Mind a kettőnek megvan a maga nehézsége és a maga előnye. Nyilván most, hogyha egy régi épület helyére akarunk egy korszerű újat építeni, iszonyatos költségekkel jár a bontás miatt, főleg egy belvárosi ingatlanról, ha beszélgetünk, a zárt sorú beépítési mód miatt ugye az építési költségek is jelentősen nagyobbak. Ezeknél az ingatlanoknál nem éri meg a nulláról újrakezdeni. Itt a korszerűsítés az, ami lényeges. Illetve hát egy új ingatlannál is nagy költsége van annak, hogy ezeket az energiatudatos eszközöket beépítsük. Tehát egy geotermikus hőszivattyúnak a rendszere nem egyszerűen milliós, hanem sok milliós tétel. Nyilván ez hosszú távon megtérül a bérlőknek vagy lakóknak, most attól függően, hogy milyen felhasználási célról beszélgetünk, de egy régi ingatlannál egyértelműen a korszerűsítés az, ami előnyösebb. Hát csak az is kérdés akkor, hogy van-e elegendő szakember, meg nyersanyag, és hogy mihez van inkább szakember, hogy korszerűsítsük a régit, vagy hogy egy újat készítsünk? Egyikhez sincs. Tehát a szakember hiány az teljesen általános. Akkor mi a megoldás ezek után? Mit hozhat 2023? Igazából a szakember hiány tekintetében egyedül a kivárás opció. Tehát lejjebb lehet adni az igényekből, lehet alacsonyabb minőségű alapanyagokat felhasználni, kevésbé képzett szakemberekkel de dolgozni. Nem érdemes. Nem érdemes. Tehát egy ingatlannál nem 5-6 évre tervez az ember, hanem generációkat kell, hogy kiszolgáljon. Nyilván ez a várható átadásokban okozhat némi nemű csúszást, de én azt gondolom, hogy ez a kisebbik rossz, hogy inkább kivárunk a jóra, mint hogy most beérjük a fél megoldással. Tehát ingatlan befektetőként, ingatlan fejlesztőként, mi az, amit tudnak javasolni így az értékteremtők nézőinek, vagy egyáltalán így az emberisnek, hogyan, mit a jó megoldás, tehát hova, mennyire, merre tudunk tovább lépni. Az akár egy irodai ingatlannál kiköltöznek, elmennek home office-ba, vagy megtanulnak akkor valóban gazdaságosan és környezetosan élni, létezni, vagy pedig hol lesz itt az arany középút, hiszen azt gondolom, hogy ez a fajta energia árváltozás jelentősen megváltoztatta az ingatlanok, az ingatlan tulajdonosok, az ingatlan kiadók, hogy egyáltalán az ingatlan bizniszt az egész országban. Abszolút elkezdett átalakulni ez a piac, de nem minden cég engedheti meg magának a home office-t, és egyébként ugye a Covid járvány ideje alatt ez be is bizonyosodott, hogy nem is feltétlen minden cégnél működik. Vannak olyan vállalkozások, ahol megengedhető, de a legtöbb cég visszajött azzal az igénnyel, hogy irodára van szükség. Irodára mindenféleképpen szükség van. Gyakorlatilag az energiatudatos, klímatudatos jövő mindenféleképpen, a klímatudatos szemlélet az, amit az embereknek meg kell tanulniuk. És hogyha minden ember úgy áll hozzá, hogy itt az irodában is nem csak otthon próbálok meg energiatudatosan, klímatudatosan működni, akkor működni fog az egész. Talán annyit még meg kéne jegyezni, hogy nem feltétlenül a bérbeadónak, illetve az ingatlan beruházónak van most a kezébe az a lehetőség, hogy döntsön, mert a jelenlegi kialakult energiaválságos helyzet az áram vásárlására, illetve a gáz vásárlására megszorításokat hozott, és az ipari ingatlanoknak az árát jelenleg spot árakon, tehát jelenlegi árakon tudjuk megvásárolni, és nincsen az a lehetőség, ami régebben volt, hogy ki tudtunk alkudni különböző szolgáltatóknál
megfelelő, számunkra megfelelő árakat. Most sajnos meg van kötve a kezünk, és a szolgáltató az, aki diktál, így a bérbeadónak a lehetőségei sokkal, de sokkal szorosabbak. Kik vannak ma előnyben a mai ingatlan piacon, akár a lakás, akár a magánemberek esetében, tehát a lakásvásárlásnál, vagy akár az irodabérlésnél, tehát hogy kik azok, tehát mi az, ami előnyt jelent most így az ingatlan piacon? Nyilván egy hatalmas előnyt élveznek jelen pillanatban azok, akik a korszerűsítés felé való törekvést korábban elkezdték, akiknek már az ott esetben évek óta energiatudatos megoldásaik vannak, hiszen látható az, hogy milyen költségekkel jár a gázáremelkedés, milyen költségekkel jár az elektromos áram emelkedése, és valójában azt már jó pár éve tudjuk, hogy mind a gáz, mind az áram az előtött áram nagy része nyersanyagokból keletkezik, amelyeknek a készletei végesek. Tehát nem egy újdonság az, hogy a környezettudatos irány felé kell elmozdulni, de most először tapasztaljuk azt, hogy valóban mekkora ereje van a környezettudatosságnak, és mekkora jelentősége. Én azt gondolom, hogy ez a fajta gyakorlatilag egy kikényszerített szemléletváltás, ez hosszú távon pozitív hatásokat fog generálni, de nyilván az átmeneti időszak, amíg a kicsit lemaradtak is átállnak az energiatudatos megoldások használatára, az nehézségeket fog okozni. De van megoldás, és igazából a klímatudatosság az egyfajta megoldás jelent akár erre a gazdasági problémára is. Így van, így van. Én azt gondolom, hogy egyértelmű, hogy a jövő a klímatudatos megoldásoké lesz a zöldem gondolkodásé.